A Nemzeti Egység ünnepén jótékonysági estet rendezett a Csillaghíd Alapítvány a Rózsavölgyi Közösségi Házban. A kerületi Bikahang kórus előadásában újra gondolva szólalt meg a nemzeti dal. A Tamás kuratóriumi tag köszöntő beszédében az alapítvány múltjáról és az új jövőjéről beszélt. Hát a Csillaghíd Alapítvány most már mintegy 18 éves, egy baráti társaságból jött létre. Akkoriban azt sem nagyon tudtuk, hogy mi az a Dévai Szent Ferenc Alapítvány, csak az egyik ismerősünk révén hallottunk róla is, hogy adománygyűjtést lehet szervezni. És mi megpróbálkoztunk ezzel, és akkoriban ugye Déváról hallottunk, gondoltuk, hogy összegyűjtjük az adományokat is, Dévára elvisszük, és akkor ez az alapítvány azt mondta nekünk, hogy ha nekünk mindegy, hogy hova, akkor Parajdra mennénk-e. És még mielőtt a térképre néztünk volna, rá is vágtuk, hogy igen, és aztán tapasztaltuk, hogy ez már Székelyföld szívében van, Déva egy kicsit közelebb lett volna, de hát az adott szó kötelezett, úgyhogy oda vittük az első adományainkat, és ott is ragadtunk. Az akkori három emberből én ragadtam ott egyedül, de aztán nagyon gyorsan lettek társaim, és gyakorlatilag 18 év múlva is velük közösen csináljuk most ezt az alapítványt, illetve hát ma este is látható, hogy még nagyon sokan. Az évek során kialakultak azok a területek, ahol mi segíteni tudunk. Kezdetben csak különféle célzott adományokat juttattunk el. Azt sosem csináltuk, hogy bármit lehet hozni, azt nagyon hamar megtanultuk, hogy nem az az igazi segítség, és mi sem vagyunk rá felkészülve, hanem mi mindig azt néztük, hogy személy szerint kinek mire van szüksége, és azt szereztük be, vagy ahhoz kerestünk támogatókat, és tulajdonképpen ebből a parajdi napközi otthonból indult el a Csillaghíd igazi élete is, aztán az évek során ez kiteljesedett. Most egy fordulópontnál vagyunk, egy válaszútnál vagyunk, ugyanis eltelt ez a másfél évtized azzal, hogy először csak egyháznál, aztán végül három napközi otthonnál, meg egy bentlakásos otthonnál segítkeztünk folyamatosan. Azokat a gyerekeket hoztuk nyári táborra a Balatonparthoz, vagy legalábbis valamilyen vízparthoz kellett őket feltétlenül, azt szerették, illetőleg hát őket ismertük személy szerint is, és a téli felkészülés, csizma, a téli kabát, az iskola kezdés, ezt mind-mind támogattuk az ő esetükben, illetve hát nyilván aki még a látókörünkbe került. Most a pandémia után meg azon kaptuk magunkat, hogy újra kéne indítani az életet, mert ugye három évig nem voltak táborok sem. Ezek a gyerekek meg felnőttek. Mi is öregedtünk egy kicsit, és most keressük az új lehetőségeket, illetve a szerepünket és helyünket, és szerintem van is. Az egyik az, hogy akinek eddig fogtuk a kezét és szüksége van rá, nem fogjuk elengedni természetesen, és még ha nem keressük, akkor is jönnek az újabb gyerekek, akiknek szüksége van hasonló segítségre. Nem abban a volumenben képzeljük el, és nem a nyári táborra építve, de mindenképpen ezt a hagyományt is tovább visszük. Most az új társunk ebben a Csutorás népzenei tábor, nemzetközi népzenei tábor, és Birinyi József, aki annak a lelke és szervezője. Erre a táborra fogjuk vinni azokat a gyerekeket, akiket ez a dolog egyáltalán érdekel, és maguktól sosem juthatnának el. És a ma estének is az egyik támogatottja egy kislány, aki halmozottan hátrányos helyzetű, és a látókörünkbe került nemrég. Ő lesz az a támogatottunk, akinek ebben az évben ezt a kívánságát, vágyát valóra fogjuk váltani közösen. Az est folyamán átadásra került a Lukács Mózes emlékdíj, melyet idén öten vehettek át. Az egyikük a kerületi születésű Szejbert István volt. Lukács Mózes díj, hát igen, úgy szép, hogyha az alapítványra kapcsán beszélek Lukács Mózesről is, akiről nyilván senki nem tud semmit rajtunk kívül, mert nem is kell. Ő egy igazi székely góbé volt, egy idős bácsi, aki állandóan ott volt a napközi otthon körül, korábban kelt, mint bárki, mire a többiek megérkeztek, befűtött, a gyerekeknek mindenben segített, ha a cipő sarka jött le, azt javította meg, ha a hangszer romlott el, azt javította meg, és mindent a ház körül. Nincs már köztünk, de az emlékét így is őrizzük. Az emlékére egy díjat alapítottunk, a Lukács Mózes díjat. Én azt gondolom, hogy ő egy példaképe volt annak, hogy milyen az a példaértékű élet, ami nem mutogatja magát.
nem látható mások számára, csak hogyha a tetteit látjuk, ő egy ilyen életet élt. A jótékonysági esten az alapítvány támogatóit is elismerték egy-egy emléklappal. A fő támogató Kötter Tamás születési nevén Bici Tamás hálát adott Istennek, hogy segíthet. Vacsora előtt Birinyi József különleges hangszerbemutatóval kápráztatta el a közönséget. Gyimesben azt mondták, ha nagy csütörtökkor valaki szépen tilinkázott, hogy az Isten meghallgatja és megjutalmazza. Tavaszvarázslásra használták leginkább, de gyakori hangszer volt szokásban, dalban, minden téliben.